Negyed évszázados születésnapot ünnepelt a hétvégén a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Az ünnepségen Szenci Jánosné, az egyesület elnöke arról beszélt, hogy a szervezet látványos fejlődésen ment keresztül az elmúlt 2,5 évtizedben. 1998-ban 15 taggal indultak Öreghegyi Kézművesek Társasága néven, míg mára már 125 tagjuk van, ami a folyamatos érdeklődésnek és az újonnan csatlakozóknak köszönhetően mindig változik. Egy valódi összetartó közösség az övéké, mely az évek során remekül összekovácsolódott. Nagyon sok minden volt ebben a 25 évben. Öröm is, bánat is, jó volt ez az utolsó 25 év, és a következő 25 évet is ilyenre szeretnénk, hogy minden, ami kézműves, azt mi hordozzuk, mutatjuk, csináljuk. Van egy szlogenünk, azt szoktuk mondani, hogy ha kézművesség, akkor rácutca, ha rácutca, akkor kézművesség. Mi tartjuk magunkat ehhez, és változatlanul várjuk az érdeklődőket. A húsvéti tojásfestő maraton, a tűzzel vassal fesztivál, vagy épp a most közelgő betlehemi szép csillag kiállítás. Csak néhány nagyobb program, melyek mind-mind a Fehérvári Kézművesek Egyesületének szervezésében valósulnak meg évről évre. A szervezet élettel tölti meg a Rácz utcát, mind a hétköznapokon, mind pedig a hétvégéken. Ápolják és továbbadják a népi kézművesség hagyományait. A megtanulni, megtartani és továbbadni értékhármas szellemében tevékenykednek. Erről már Rellen Zsolt alpolgármester beszélt ünnepi köszöntőjében. Manapság rendkívül divatos és sokszor használatos kifejezés a közösségépítés, amelyben az egyesület szintén példát mutat. Nem pusztán a szakma, a választott hivatás jelenti a kovászt ebben a szervezetben, hanem az emberi kapcsolatok, a barátságok, az összetartozás, a valahova tartozás élménye és közös munka gyümölcse. Engedjék meg, hogy a létező kalapommal emeljek kalapot a lenti kiállítás tisztelete előtt. A 25. születésnap tiszteletére nyíló 25 év, 25 mesterség című kiállítás Szabó Zoltán nyitotta meg. A Hagyományok Házának főmunkatársa beszédében azt a fajta értékőrzést hangsúlyozta, amit a szervezet a kézművesség terén már 2,5 évtizede végez. A tárlat a Fehérvári Kézművesek Egyesületéhez tartozó népművészettel és iparművészettel foglalkozó mesterek míves alkotásaiból ad ízelítőt, csak úgy, mint a születésnap kapcsán azonos címmel megjelentetett kiadvány is, amelyben a képes visszaemlékezésen kívül a különféle mesterségekről is olvashatnak az érdeklődők.